Egy nagy pofon Montenegrótól, egy rendes maflás kiosztva a házigazda Dániának, a másik három mérkőzés pedig megnyerve. A magyar női kézilabda válogatott csoport második lett a világbajnokságon, így ma a lengyelek jönnek a nyolcad döntőben az olimpiáért. A korábbi kapitány Laurenc László a vendégünk, az eddigieket értékelve. Jó reggelt kívánok, szervusz! Na most ugye elérkeztünk az igazán fontos mérkőzéshez, azt mondhatjuk-e azt így indulásból, hogy egyértelműen győzelmi esélyekkel? Hát itt, ha valahol, akkor itt biztos. És ez nem a régi statisztikákra hivatkozva. Bár arra is lehetne. Arra is lehet, így van, de hát azért a két csapat játékereje jóval eltér egymástól. Na most azt mondta Németh András szövetségi kapitány, hogy tulajdonképpen ő még örül is, ugye másodikok lettünk a csoportban, hogy a lengyelek ellen talán jobb is ellenük meccselni, mint Angolával. Miért? Szerinted is így van? Jobban ismerik őket? Igen, pontosan erről van szó. Tehát a lengyel csapatnak minden rezdülését, mozdulatát, játékos állományát ismerjük. Az angolaiakat pedig nem. Legfeljebb televízión vagy videón keresztül van rálátás. Kellemetlenek. Akkor minden jól alakul. Elvileg ez így jobb, igen. Na most a csapat eddigi teljesítményére te hányast adnál egy 10-es skálán, mondjuk úgy mindent egybevéve, hogy a társaságban benne lévő tudás maximumot is figyelembe véve? Hát a 10-es skálán 7-et körülbelül. Van ez a kis, nem kicsi, nagy kisiklás Montenegró ellen. Arra mi a magyarázatod? Ismerőse a praxisodból az ilyesfajta összeomlás? Hát nyilván velem is előfordult, ha nem is ilyen mértékű, de ennek szerintem abszolút lélektani háttere van, és nem kézilabdabeli tudáskülönbség jött ki ezen a mérkőzésen. A montenegróiakról ugye hát az a hír, hogy milyen kiméletlenül és durván kézilabdáznak. Például a Győr ellen is bebizonyították már egyszer-kétszer, az utóbbi időben, meg több helyen is. Nem másodszor. Én nekem az volt az érzésem, hogy a lányok egy kicsit ettől tartottak. Tehát féltek a csetepatétól. A test-test elleni arc, és tehát nem kézilabda tudásbeli különbség, inkább szerintem egy ilyen lelki háttere volt ennek. Tehát a montenegróiak közismert agresszivitása az ránk bénító lakhat. Hát mások se örülnek neki, amellett, hogy azt el kell ismerni, hogy se ezen a mérkőzésen, se ezen a világbajnokságon nem így kézilabdáztak, tehát a mi meccsünkön is, ha jól emlékszem, 2-2 perc volt, meg 2 darab hetes, tehát és a többi meccseiken sem, nem tudom, visszafogták magukat. Hát, tehát mondhatjuk azt, hogy a rossz hírük szele csapott meg minket, aztán utána ők is megcsaptak sajnos minket. Igen, hát jó. Kész utána kiküszörült. Igen. Na most azt akkor tehát nem mondanád, hogy ebben a montenegrói vereségben ebben mondjuk a kapitány bármit elrontott volna? Na hát ez nem, sőt azt kell, hogy mondjam, ennek a meccs eredménynek ettől függetlenül, hogy a második fél időben azt csinálta, amit kellett, hogy lehozta a stabil embereket. De nem pofosztatta őket tovább. Hogy jó, így van, nem tette ki őket annak, hogy még jobban megígjenek esetleg, és játszotta azokat, akik kevesebbet, tehát jól használta föl az adott helyzetet a továbbiakra nézve. Hát jól, és ugye egyébként egy ilyen vereség után, egy ilyen szörnyű vereség után mit tehet egy edző általában? Ilyenkor át kell menni pedagógusba és hagyni kell a taktikai okoskodásokat? Hát mindenképpen nem arról kellett beszélni szerintem. Hanem az öntudatokat egy kicsit fölpiszkálni, hát, és ezt önmagukba is azt hiszem tették. Hát igen, Szucsánszki Zita mondta, hogy ők szégyelték magukat, és azért szerettek volna javítani. Pontosan ezt kellett kiváltani belőlük, de nem is kellett, mert szerintem ment ez magától is, tehát ez a szégyenérzet, és ennek egy dac lett a következménye, és szerencsére egy értelmes dac lett a következménye, tehát nem görcsös dac, hanem felszabadult. Igen, felszabadult, és ez Odának ellen ki is jött. Na most itt jön be egy dolog, amire most te részint már utaltál azzal, hogy német kapitány lehozta a második félidőben a bizonyos kulcsembereket, hogy ne menjenek bele tovább ebbe a pofonba. Ugye Zsiga Gyula mutatott itt rá nálunk, beszélgettünk vele a múlt héten, hogy szerinte azt ő valamennyire hibának látja, mindjárt elmondott, hogy te ezt hogy látod, hogy a Szucsánszki, Görbis, Tomori, Zácsik négyesen nagyon nagy hangsúly van, vagyis, hogy szerinte a kapitány nem rotál annyira, ami viszont
viszont ugye a kulcsemberek hangulata meg formája miatt rejthet rizikókat. Ezt hogy látod? Én nem érzem ezt így. Tehát kielégítőnek látod a... Jól be van osztva ez, és az eredmények azt is mutatják, hogy nincs ezzel egyelőre semmi különösebb hiba. Itt most volt két nap pihenő, végső soron. Meg volt a keretben egy csere, ugye Bulat Anitát Hornyák Dórára cserélt. Nem igen. Volt rendben, és hát jogos, hogy lecserélték, mert annak semmi értelme nincs. Egyrészt, hogy rásérüljön, másrészt, hogy egy olyan ember legyen a pályán esetleg, aki nem teljesen használható. Na most ugye Németh András elmondta, hogy a BL miatt ugye folyamatosan kemény küzdelmekben edződő rutinos csapat ez a lengyel, hát ugye ugyanez a magyarról bőségesen elmondható. Azt is látjuk, hogy a lengyelek ugye a csoportjukban nem okoztak meglepetést, kikaptak az erősebbektől, megverték a gyengébeket. Ez a fajta kiszámíthatóság, kiegyensúlyozottságuk, ez lehet az erényük is? Igen, de reméljük, hogy itt is ez lesz, hogy a jobbtól kikapnak. Tehát hozzák a sormintát, hogy így mondjam. Igen, az eddigi sormintát. Itt, amikor egy ilyen elvárható, kötelező győzelem előtt állunk, mire kell nagyon odafigyelni, milyen rizikók vannak? Hát nyilván azt, hogy ezt a játékosok úgy kezeljék, ahogy kell, öntudatosan, de nem fölényeskedve, mert abból aztán gond lehet. Uh-huh. Na most mivel lehet, illetve mivel kell megverni őket? Inkább jó védekezésen a hangsúly, vagy pedig abszolút a támadó felfogásnak kell dominálni? Ne, hát ez a kettő összefügg. Nyilvánvalóan, tehát, igen. A védekezés általában a győzelem alapja, tehát ennek kell megfelelőnek lenni, és a kapus teljesítménynek, és akkor abból kiindulva elég változatos támadó játékunk van, ezen belül az emberek is hát jól variálhatók. Úgyhogy én szerintem én nagyon bízok benne, hogy semmiféle gond nem lesz. Az eddigiek alapján ezen a mérkőzésen kiket tarthatunk bizonyosan főszereplőknek? Hát végső soron mindenkit, aki pályára kerül. Hát elsősorban mindig azért a kapus teljesítmény az meghatározó, és eddig hál' Istennek mind a két kapus nagyon jól védett. Na most, mester, azt nézzük, hogy ezek szerint akkor te egy nagyon jelentős esélyt adsz a csapatnak a továbbjutásra, és mit várhatunk a folytatásba? Meg lenne akkor az olimpiai pócselejtős pozíció, az amolyan ráadás lenne, és ez is egy érdekes, hogy ez milyen lélektani állapotba hozza a lányokat, hogyha mondjuk ezen tovább mennek, hogy megvan az alapcél, mondjuk lehetne még egy nagyot alkotni. Hát a 8-ba vagyunk, ugye? És hát várhatóan az oroszokat fogjuk kapni ellenfélnek még tovább lépéshez, akik még pontot se vesztettek ezen a világbajnokságon, nehéz ellenfél lesz mindenképpen. Hát tulajdonképpen innentől kezdve már lévén, hogy az alapcél megvan, az olimpiai lehetőség, innentől kezdve minden győzelem már csak hát az ajándék, áldás, igen. Így van. Igen. És hogyha netán az oroszok ellen problémáink lennének, akkor is még lehet két meccset játszani, ha jól számoltam, és abból is biztos, hogy nyerni fogunk. Tehát, de reméljük, hogy nem ez a variáció lesz, hanem az oroszok után még komolyabb lehetőségeink lesznek, hiszen azért kimondott a csapat azt ugye a négy közé szeretne kerülni, ami nagyon, hogy is mondjam, érthető, és egy reálisnak tűnő célkütűzés, ha ezt a dánféle játékot tudják folytatni, dánok elleni játékot. Ha azt a játékot tudnák folytatni, akkor reális lenne akár a legmerészebb célkütűzés is? Hát, világbajnoki döntő? Most ez rosszul fog megint hangzani, de nőkről van szó, bármi elképzelhető. Igen, hogy egy Laurences mondatunk is legyen. A végén ugye a Nemzeti Sport VB-s tartoló esélylatolgatása dán, norvég, montenegrói, spanyol és magyar sorrendet jósolt. Te most hogyan látod itt a dobogó esélyeket? Mondd még egyszer. Hát ez úgy néz ki, hogy elsők a dánok, második a norvég, harmadik Montenegró, negyedik a spanyolok és ötödik Magyarország. Ez volt az NSO esélylatolgatása. Én nem érzem ezt így.
Én a Montenegrót nagyon odasorolom az elejére. Azt mondod, hogy nem harmadik, hanem a első számú aranyesélyesek? Akár, igen. Hát igen, azt láttuk a dánoknál. Most nem csak a saját meccsünkre utalva, hanem ugye az általános teljesítmény, bár hát a szerbek ellen elszórakozták az első meccsüket rendesen, amíg döntetlen lett. Hát visszavághatnánk nekik, ha úgy alakulnak. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kérem, máskor is.